vagyunk Lakewoodba, az Írító déli partján, és talán a nézők azon gondolkoznak, hogy hogy kerül ez a videó az összes többi közé, hogy miért vagyunk itt együtt ezzel a társasággal, és mit ünneplünk, az nem sokára kiderül. Figyelem! Köszönjük, hogy eljöttetek igazából. Ez olyan hálás vagyunk, hogy Jubi tábor alatt mindenki, aki itt van, valami igazi jó csertész dolgot csinál. El nem lehet képzelni, hogy 348 ember regisztrált, 307 ember eljött a táborba, és mindenki, aki itt van, ellátta ezeket az embereket. És nem lehetett volna csinálni egy ember nélkül. És tudom, mi nagyon jó az egészből? Igen, voltak más városokból, meg más cserkész csapatokból, akik jöttek segíteni, de valahogy a clevelandiak megint csinálták. Ez még így működik. Szóval nagyon köszönjük. Mesélj nekem, Tomi, hogy mi a kedvenc élményed a Jubi táborból? Hát nekem az egyik az volt, hogy jött a zenekar hozzánk, és az nagyon jól esett mindenkinek, az korábbi volt estén, de akkor késő estén is volt zenekar. Igen. És ott, mint nagybőgő és trombita és dob hangok jöttek az erdőből, szóval egy ilyen horkolás szimfónia volt. És az nagyon tetszett. Egyik legfontosabb dolog egész vendégtáborról az a parkolóhelyzet. Igen. Annyian jönnek, annyi kocsit próbálunk betömni, de múltkor nem működött olyan jól. De behívtunk egy valódi parkoló mester, tanácsadó, Szent Királyi Pál eljött, dolgozott velünk egy pár napig, és úgy elrendezte a parkoló helyet, hogy ott se volt a parkolás alatt. Olyan jól működött. Egy jó gépezet. Igen. Hát hiába ilyen mérnök ember. De nagyon köszönjük, Pál, hogy annyira segítettél. De tanultam egy új szót. Na, halljuk. A ponyva. Nem, nem tudtam. Nem ismerted azt a szót, hogy ponyva? Nem tudtam, hogy mi egy ponyva, és az is történt, hogy 8 napig én ponyolát hívtam a ponyvát. Szóval végre valaki mondta nekem, ez nem ponyol, ez ponyva, szóval itt rákörösen. Kedvenc emlékem az az, hogy a műszak befogadott. Ez volt az első táborom, ahol nem egy kiképző vagy vezetői táborban voltam. És jó volt. És én ezt is szeretném mondani, hogy ahogy mi dolgoztunk a műszakkal, kellett egy ilyen tolmács. És Pál volt ez a tolmács, aki... Én vagyok az integrátor. Igen, a tábortüzek. Tábortüzek kiváló. Igen. Szerintem is nagyon szép fogasz a tábortüzek. Igen. És te honnan érkeztél a Jubi táborba idén? Most honnan jöttél? Chicago környékétől. És az neked milyen hosszú út? Körülbelül 9 óra. Egy irányba. Egy irányba. 9 órát vezettél, hogy a hétvégén dolgozzál. Igen, a hétvégén megkérdeztem. Ja, már ott volt. Szerelmet igér is, ne hiába. Senkinek a megomba mája, babája. Akármilyen szép is, szerelmet igér is, ne hiába. Este száll a fecske, este száll a fecske. Let's go.
Beülök a babám ülébe. Volt egy pár ember, aki eljött, mint vendég, de beléptek, mint igazi vezetők és segítők. Volt egy pár példa, azt hiszem a Karetka család, meg a Solomon Ilona, és volt egy valaki, Tomi, mondd el, ez az egyik kedvenc élményem az egész táborról. A Kati? Igen, a Kati. Bárcai Kati. Bárcai Kati szerintem csütörtökön jött már. Igen, igen. És rögtön dolgozott. Belépett, és... Majdnem, mint hogyha szégyenbe hozta a társaságot, mert ő csak dolgozni akart. Az volt meglepő nekem is, hogy a tábortűznél én úgy gondoltam, hogy mint 40 vagy 50 ember oda fog sétálni és énekelni egy kicsit, de egy rendes tábortűzünk volt. És azt hiszem, ezt el kell mondani, hogy 345-8 ember jelentkezett a vendégtáborra. Az időjárás miatt, meg több gond miatt 307 ember jött el a vendégtáborra. És ez a legnagyobb száma, amit én hallottam eddig egy vendégtábor alatt. Nem mondtuk ezt eleget. A Szendrei Jani és az ő csapatja a kaját, amit ők rendeztek, és előtettek mindenki előtt a péntek este, szombat reggel, szombat délután, szombat 1200 embernek, ez egy olyan nagy dolog volt, hogy és az ő családja eljöttek, és ezt levezették. Gyertek vendégtáborba, mert igazából ez igazi cserkészet, akkor is csak egy pár napig jövünk össze, mi beleélünk ebbe a jubitáborba, és amit ők csinálnak, a gyerekek csinálnak, a vezetők csinálnak a jubitábor alatt, azt mi is érzünk a vendégtáborban.